Dicsértessék a Jézus Krisztus! Harmadik fejezet, a bűnbeesés. A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak. Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról? Az asszony így válaszolt a kígyónak. A kert fájának gyümölcséből ehetünk. Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta. Ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghalljatok. Erre a kígyó úgy beszélt az asszonyhoz. Semmi esetre sem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy amely napon abból lesztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat. Az asszony látta, hogy a fa élvezhető, tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzésére. Vette át gyümölcséből, megette, adott férjének, aki vele volt, és az is evett belőle. Erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy mesztelenek. Fügefa leveleket fűztek össze, és kötényt csináltak maguknak. Azután meghallották az Úristen lépteit, akik a nappali szellőben a kertben járkált. Az ember és az asszony elrejtőztek az Úristen elől a kertfái közül, de az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá. Hol vagy? Ő így válaszolt, hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert mesztelen vagyok. Tehát elrejtőztem. De ő így szólt. Ki adta tudtodra, hogy mesztelen vagy? Ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél. Az ember így válaszolt. Az asszony adott a fáról, akit mellém rendeltél, azért ettem. Az Úristen megkérdezte az asszonyt. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó vezetett félre, azért ettem. Az Úristen így szólt a kígyóhoz. Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat, és a mező minden vagyja között. Hasadon csúszol, és a föld porát eszed, életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd, és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba. Az asszonyhoz pedig így szólt. Megsokasítom terhességet kínjaid, fájdalmak közepette szülőd gyermekeidet. Vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajta. Az embernek ezt mondta, mivel hallgattál az asszony szavára, és ettél a fáról, jól lehet megtiltottam, hogy egyél róla, a föld átkozott lesz miattad. Fáradtsággal szerzed meg rajta táplálékodat, életed minden napján. Tövist és bojtorját terem számodra, a mező füvét kell lenned. Arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél, mert por vagy, és a porba térsz vissza. Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja. Az Úristen pedig bőrből ruhát készített az embernek, és feleségének, s felöltöztette őket. Azután így szólt az Úristen. Lám, az ember olyan lett, mint egy közülünk ismeri, mint egy közülünk ismer jót és rosszat. De nem fogja kinyújtani kezét, hogy az élet fájáról is vegyen, egyik és örökké éljen. Ezért az Úristen eltávolította az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből lett. Amikor az embert előzte az Éden kertjétől keretre, odaállította a kerubokat és a fenyegető tüzes kardot, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Dicsértessük a Jézus Krisztus! Találkozzunk a következőkor is!